Üdvözlet mindenkinek, 2023. január 11-e van az infobubble.hu weboldalon, ezúttal a TikTokkal fogunk foglalkozni. Röviden, nagyon sok időt nem akarok erre szállni, de mindenképp néhány érdekességet megosztanék ezzel az applikációval kapcsolatban, mielőtt elkezdeném. Meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosnak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ha már itt tartunk, akkor azt mindenképp elárulnám, hogy az infobubble.hu weboldal egyes tartalmait az Infobubble TikTok csatornán is megtalálhatjátok. Elindult a Yahoo a útja TikTok csatorna is, ahol az írásokkal foglalkozunk inkább. Úgyhogy ezt is meg tudjátok nézni, hogyha esetleg érdekel valakit. Nagyon gyorsan telik az idő a technológiában, különösen, hogyha az informatikáról van szó. A TikTok mindössze 2016-ban vált ismerté, és azóta 3 milliárdszor töltötték le világszerte is. Közösségi média felhasználóknak az egy harmadához eljutott. 4 rövid év alatt olvashatjuk a backlinko.com weboldalon. Néhány adatot megosztok ezzel kapcsolatban a TikTokkal. 1 milliárd havi aktív felhasználója van jelenleg. A hatalmas népszerűségnek köszönhetően a ByteDance anyavállalat értéke 280 milliárd dollár volt 2021. augusztusában. Ami egészen elképesztő, a következő adat: 2019-ben 68 milliárd órát töltöttek a felhasználók a TikTokon. 68 milliárd órát. Kínában ugye más néven szerepel, azonban összességében véve 141 országban elérhető ez az applikáció, és 39 nyelvre fordították le, mind az App Store-ban, mint pedig a Google Play-ben. 4,8 milliárd internet felhasználó van világszerte, és ennek 20%-a használja a TikTokot. Ami érdekes, hogy 4,5 milliárd aktív social media felhasználó van, közösségi média felhasználó, ami azt jelenti, ha jól értelmezem, hogy 4,8 milliárd emberből nagyjából 320 millió az, akinek nincsen közösségi média oldala, és de akiknek van, azoknak 22%-a használja rendszeresen a TikTokot. Az 1997 és 2012 között született generáció, ami a Z generáció, köreiben Amerikában 37%-uk használ TikTokot legalább egyszer havonta. Ami bizarr, hogy még a felnőtt lakosságnak is a jó része 33 percet tölt el naponta a TikTokon, és ez a Facebook után a második legtöbb. Itt van a 10 legnépszerűbb applikációnak a listája az Egyesült Államokból, és szeretném, hogyha mindenki megértené azt, hogy ezek nem magáncégek, amit egy garázsban talált ki valamiféle applikáció szerkesztő vagy informatikus. Ezek mind gondos tervezőmunka eredménye, amelyet intelligens emberek számos csoportja dolgozott ki az elmúlt évtizedek során pontosan abból a célból, amit elértek vele, az pedig az, hogy az hozzászoktassanak minket a magánszféra és a saját személyes adataink önkéntes feladásához, illetve megosztásához. Mindemellett a másik ok, az én elgondolásom szerint az, hogy amennyiben ez a gépi tanulás létezik, vagy ez a mély tanulás, deep learning, vagy machine learning, akkor az emberek a viselkedésükkel tanítják a gépet arra, hogy milyen is embernek lenni, milyen is az ember. Lehetséges, hogy ez bizarrnak tűnik, de meg kell értenünk azt, hogy a háttérben munkálkodó erők azok egész másképp gondolkoznak, mint egy átlag ember. Szóval a Facebook a legnépszerűbb, Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, Instagram, ez mind a Facebook csoportnak a tagja. Snapchat, Skype, TikTok, akkor YouTube és Twitter így jön, meg ugye az Alibabának van még egy Kínában. De a lényeg az, hogy ezek kormányzati cégek, amelyek létrehozták mindezeket az applikációkat annak érdekében, hogy az embereket terelni tudják egy bizonyos irányban. Az előbb felsoroltakon kívül a másik nagy előnye az, hogy lehet a nyájat vezetni így sokkal egyszerűbben, hisz
láthatjuk azt, hogy az emberek maguktól töltik le ezeket az applikációkat, nem kell őket erre kényszeríteni, hanem saját magunk vagyunk azok, akik önszántunkból belemegyünk ebbe az egész játékba tulajdonképpen, hisz játéknak tűnik. Ráadásul ezeknek a videóknak a nagy része értelmetlenség, ami nem vezet sehová. Ez persze nem csak nekem jutott eszembe, hogy ezzel problémák vannak, ezért is olvashatjuk azt a euronews.com weboldalon, hogy a TikTok tulajdonos ByteDance a gyermekek használati idejét 40 percre csökkentette Kínában. Napi 40 percről van szó, ebben limitálták azt az időt, amelyet a gyerekek használhatják az applikációt. Ez a 14 éven aluli korosztályt érinti, legalábbis Kínában, és ott van fiatal korúaknak beállítás külön, ráadásul úgy, hogy mind reggel 6-tól este 10-ig lehet csak nézni vagy használni ezt az applikációt 14 éven aluliak számára. Úgy fogalmazzak itt, hogy ez spirituális ópium, vagyis ez egy spirituális drog, egy spirituális ópium. Nem arról van szó, hogy mentális ópium, világos, hanem spirituális, és felszólítottak mindenkit arra, hogy jobban kell óvni a gyerekeket a veszélyektől, melyek online leselkednek rájuk. Az egyik ezek közül, a veszélyek közül a vak és kaotikus imádata az internetes celebeknek. Vak, elvakult és kaotikus imádata az internetes celebeknek. Erre a veszélyre figyelmeztet a hatóság mindenkit. Ennek ellenére erről nem igen lehet hallani szerintem túl sokat. És még mindig a szülőknek egy jelentős része arra használja ezeket az applikációkat, meg a televíziót, hogy egyfajta ilyen digitális babysitter legyen. Nem csak a TikTokkal kapcsolatban, de a kínai kormány a 18 év alattiaknak a online játékokhoz való hozzáférését és szigorú szabályok közé szorította. Szóval a kínai kormány ilyenekre odafigyel. Sőt, az állami újság az spirituális ópiumnak nevezte a videójátékokat, és azt mondták, hogy ez azzal a veszéllyel fenyeget, hogy egy komplett generációt elpusztít majd. Finish him. Egy digitális ügynökség, ugye egy kutatásában, VR Social a nevük egyébként, azt találta, hogy 930 millió kínai használja a közösségi média oldalakat, és a kínaiak 5 óra 22 percet töltenek online minden nap. Nem is csoda, hogy spirituális ópiumnak nevezik ezt. Én úgy gondolom, hogy ez minden országban probléma, beleértve Magyarországot is, és ezt nem lehet most már csak egyszerűen lesöpörni az asztalról azzal, hogy mindenki csak bebeszéli magának ezt, meg ez egy összeesküvés elmélet. A látvány az ismerős szerintem, amit a képen most itt mindenki ábrázolva lát. Ez lehet, hogy ha festményeket készítenénk még mindig, akkor az utókor számára ezen az egyik legkifejezőbb jelenség arra nézés, hogy milyen volt a jelenlegi világunk most. A másik a selfie lenne, de ez lenne az egyik, amikor az ember nézi és bámulja a telefonját. Nem is csoda, hogy spirituális ópiumnak hívták. Mint ahogy én ezt elmagyaráztam már végtelenszer, hogy az, ami történik online, az beszivárog az ember fejébe, az ember elméjébe. Nem is csoda, hogy spirituális ópiumnak hívják, ezért próbáltam én elmagyarázni oly sokszor, hogy mindennek természetesen van egy ára, és ennek a közösségi média, meg videónézegetésnek az az ára, hogy ez az információ beszivárog az emberek elméjébe, és ott maradandó, káros változásokat fog előidézni. Ezelől nem lehet, én úgy gondolom, megmenekülni. Csak úgy, hogyha az ember korlátozza ennek a használatát. További érdekesség az, hogy Kínában 3 órára korlátozták az online játékidőt per hét a 18 éven aluliak számára, és ezt is hétvégén lehet, ha jól értelmezem, felhasználni. És természetesen itt is szerepet kap az online azonosítás, ugyanis csak igazi vagy valós névvel lehet ezeket a rendszereket használni, hogyha valaki meghatározott időn kívül szeretne belépni ezekbe a játékokba. Meg szeretném mutatni ezt a rövid videót, mert ez volt az, ami elindított ezen az úton, ez a TikTok vezérigazgatója,
beszél magáról, az applikációról, és érdekes az, amiről szó van. You have two kids. I do. Ugye két gyereke van, és mondja, hogy igen, két gyerekem van. Do they use TikTok? No, they're too young for that. So what ages are they? Hogy kérdés az ugye, hogy használják-e a TikTokot, és ő erre úgy felelt, hogy nem, mert túlságosan fiatalok. Eight and six. Okay. Hány évesek? 8, illetve 6 évesek. TikTok is here in the US, if you're below the ages of, if you're below 13, you get a very restricted version of TikTok. Hogyha 13 évnél fiatalabb az ember, akkor egy nagyon is korlátozott verzióját használhatja az applikációnak. And in many other countries around the world, we don't allow users who are below 13. És ez az Amerikai Egyesült Államok, ahol egy ilyen korlátozott verzióját használhatják, de azt mondja, hogy a világ számos országában mi egyáltalán nem engedjük azt, hogy a 13 év alattiak hozzáférjenek ehhez az applikációhoz. Flawless victory. Now if you're a parent here, and your teenage child is on TikTok, go to settings, there's family pairing, click on it, it's going to give you a lot of tools. Ugye a szülő az beállításoknál egy ilyen családi csomagba beléphet, és akkor rengeteg eszköz áll rendelkezésére annak érdekében, hogy láthassa és menedzselhesse a gyerek TikTok használatát. Manage your teenager's experience. Én nem ítélek el senkit azért, hogy nézi ezeket a videókat, mert kétségtelenül van benne valami szórakoztató. Azonban a probléma az, amit ez az embernek az elméjével tesz. És végtelen káros hatása van ennek, különösen maga egyébként a médium, csak maga az, hogy valaki nézi ezt a mozgóképet a hanggal, már az önmagában is káros. És ezt fontos megérteni mindenkinek, hogy nem feltétlenül az számít, hogy mi az, amit nézünk. Maga a médium a probléma. Mondják erre, hogy a médium maga az üzenet. Szóval ezt érdemes észben tartani a mindenkinek, hogy majd, hogy nem csak mindegy, hogy a gyereke mit néz. A probléma maga a közvetítő elem, és ez a mozgókép ezzel a hanggal. De mindemellett kialakul egy generáció, ami minden oldalról támadás alatt van, és ez a támadás, ez tönkre fogja tenni a türelmét, és pontosan azt a képességét pusztítja el az embernek, ami a legfontosabb lenne ahhoz, hogy sikeres lehessen az életben. Ez pedig mondhatjuk úgy, hogy frusztráció, tolerancia, de ki minek akarja nevezni, nevezze annak. Az a képessége az embernek, hogy hosszú távon képes legyen küzdeni valamiért, ami fontos, ami értékes, ami nagyszerű, és nem egy félperces, 40 másodperces videóból megkapni azt a gyors kielégülést, amit az okoz. Hogyha ezt elveszíti ez a generáció, és szerintem erre kondicionálható egy felnőtt is, ha ezt a képességét elveszíti, akkor az életben nagyon nehéz lesz elérni bármit is. Ugyanis azok a dolgok, amik fontosak, azok a dolgok, amik értékesek, azok, hogy küzdeni kell, sokszor igen keményen, hosszú-hosszú éveken át. Ez a TikTok, meg ezek a rövid videók, ez pedig pont az ellenkezőjére tanítja az embert. Az, hogy 10, 15, 20, 30 másodperc alatt végigpörög egy történet előttem, és azonnal tudom a végét. És ebből meg tudok nézni egy perc alatt több tucatot, 5 óra alatt, meg több százat, hogyha az ember ráfeszül. Úgyhogy hosszú távon ez tönkreteszi az embernek ezt a képességét, és utána az élet az sajnos nem olyan, hogy fair, vagy megbocsát az embernek, vagy egyáltalán érdekelni, hogy ki hogyan tette magát tönkre. Szóval óvja mindenki a gyerekeit bármitől, ami audiovizuális. Én nem is engedném, hogyha, mint ahogy el is tiltják a 13 év alattiakat, én nem is engedném egyáltalán, hogy tévét nézzen, videót nézzen, YouTube-ot nézzen, vagy bármit nézzen. Ami kötelező számára, nézze végig azt,
a többitől meg a lehető legtávolabb tartanám a gyerekeimet. És én ezt javaslom mindenkinek. Köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan jelentkezünk. Mindenkinek a legjobbakat és hallelujah!